megélni. Kedves jó palócok, szeretettel és tisztelettel köszöntöm valamelyiküket a Szerkoronának az elővezetési alkalmából. A Schlusspoénnak meghagytuk, ezt nem volt ugyan a kiírásban, de szerettük volna elhozni azt a tárgyat ide mindannyiunknak, amihez az egész magyarság, így a palócok is hozzátartoznak. Ez egy olyan tárgy, amely végigkísérte több mint 1000 éven keresztül a magyarságot, bár a Szent Korona soha nem volt Szent István fején, ami a parlamentben található, természetesen a máslatát hoztuk el. Ez a korona, ami a Szent István koronája volt, a Ménfői csatában 1043-ban elkerült harmadik Henrik kezébe, abba Sámuelt megölik, fölnégyelik, és a koronát magával viszi Henrik. 73-ban visszakerül Rómába, visszajutatja Rómába, és ott nyomavész. A mai Szent Koronát először András teheti a fejére, új koronát adott a pápa, és a mai napon is ez látható a parlamentben. Ennek a koronának a másolatát hoztuk el, az a korona tavaly készült el, 24 karátos arányból, ugyanúgy a tűzománc képek rajta vannak, féldrága kövek vannak, természetesen azt az értéket nem képviseli, attól függetlenül is, hogy egy 24 karátos aranyjal be van vonva a vászszerkezete, de mi ezt elvittük az Ózdi Huszárlovas Bandérium, elvittük a templomba, egy katolikus szentmise keretében ezt a koronát megáldattuk, és ez a korona azóta az Ózdvárosi Televíziónak egyik jelképe. Azért tartjuk ezt fontosnak, hogy mi hagyományzók nagy többségével beszélgetve azt gondoljuk, hogy Magyarországnak nincs más útja, mint visszakerülni a Szent Korona alá. Azért pusztul Magyarország és vész el, mert nem a Szent Korona tulajdona Magyarország. Sajnos ezt a rendszerváltás óta politikusok széthúzogták, szétmarták, felsokszorozták az országot. Ezt mi azt gondoljuk, hogy vissza kell juttatni az országot a Szent Korona alá. Van erre nagyon jó példa, a legeklatánsabb példa erre Spanyolország. Tudjuk, hogy a Franco diktatúra megbukott, ezt követően Spanyolország, mint köztársaság megszűnt, és visszamentek ők is a királyságba. Ez ugyanúgy Magyarországon is meg lehet csinálni, Spanyolország él, virágzik, nagyon jól működik, hiszen attól jobbat nem lehet kitalálni államformának, mint amit kitaláltak annó, több ezer éven keresztül a királyok. Magyarországnak is az az útja, meggyőződésünk az, hogy Magyarország csak is és kizárólag így lehet felemelkedő és nagy. Attól függetlenül, hogy nekünk nincs királyunk, majd lesz, nem kell aggódni. Egy király nélküli királyság, mint ahogy ez volt ez Horthy Miklós alatt, egy kormányzóval az élen, és meggyőződésünk az, hogy a politikusoknak lejárt a korszaka, egy nagy hibával vagyunk körbevéve, hogy óriási vagyonok mentek át magánkézbe, ezek nem hajlandók visszatenni a Szent Korona alá. Én a magam részéről meg vagyok elégedve azzal, ami nekem vagyonkám van. Nem az éltet bennünket, hogy birtokoljunk nagy vagyonokat, hanem használjuk és élvezzük minden előnyét annak. Nem a birtoklás vágya vezet bennünket, hanem a használat öröme. Én ezzel kívánok mindenkinek erre a csodálatos két szép napra nagyon jó egészséget, békét, erőt és nyugalmat, és ez az út, amit járnunk kell, meggyőződésünk sokunknak, hogy ezt, aki innen elmegy haza, mindenki mondja el, különösen a fiataloknak, gyerekeinknek, mi ez a korosztály, akik itt voltunk, mi vagyunk felelősek azért, hogy elmondjuk nekik. Az idősebbek már sajnos nem tetik meg, a fiatalabbak még nem tudják, hogy mit kellene terjeszteni, mi az a fontos hit, ami mindjárt ott kell, hogy legyen. Én ezt gondolom, és én azt gondolom, hogy ha ezt sokan fogjuk így akkor gondolni, akkor nem marad más hátra Magyarország számára, mint hogy visszarendeződni, abban jól bevált mederben, mint a királyink előzőleg megtettek nekünk. További szép napot kívánok, és most lesz egy koronamenet,
elindulunk innen, hogyha a záróakkord meg lesz itt a záróünnepség, végig fogunk menni a Jurtafaluba, teszünk egy nagykört a gasztro és a vásárzóknál, és ott lesz majd még egy kis előadás a koronáról, amit majd Bádos Pista barátunk fog megtartani, és ott lehet majd fényképezkedni a koronával, aki szeretne. Hozzányúlni nem szabad, de fényképezkedni. Közelről meg lehet nézni, egy asztalra ki lesz állítva, és ott meg lehet ezt tenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kedves közönségünk! Utolsó alkalommal szeretném a színpadra szólítani a harmadik Palóc világtalálkozón Berze Mariannát és Kovács Lászlót, főszervezőinket. Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött. Azokat is üdvözöljük, akik nem jöttek el, mert valami miatt nem tudtak eljönni. Azt hiszem, hogy azért volt szép ez a rendezvény, mert itt program volt a programban, programok voltak a programban, kialakultak olyan programok, amik nem voltak benne eredetileg az eredeti programban, mégis kialakult a közönsége, kialakult a szimpatizáns csapata, barátságok kötődtek, és ami a leglényegesebb, hogy szövetség kötődött. Ugye tegnapi nap én úgy mondtam, hogy történelmi pillanat, és ezt szívemből mondom, meg én úgy érzem, hogy valami elindult. Valami elindult azzal, hogy az önkormányzatok szövetsége is megalakult, hiszen kirajzolódni látszik a Palóc földünk. Amit eddig nem tudtunk, nem akartunk tudni, vagy nem akarták tudatni velünk, hogy hol van, vagy éppen tényleg nem is tudják. Ugye ez nem határral hogy kell mondani? Lezárt. Lezárt, igen. Így van.